Aláírták az első keretszerződést, amelyet Hargita megye tanácsa központosított közbeszerzési egységként bonyolított le. A szolgáltatás irodai felszerelések beszerzésére vonatkozik. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették, amelyen részt vett Hargita megye tanácsa részéről Borbóly Csaba megyeelnök és Gróza Noémi osztályvezető, Juliana Feklisztov, az országos közbeszerzési ügynökség elnöke, illetve online csatlakozott Krisztina Martin, az Európai Befektetési Bank részéről, és Sofia Stojkán, az Ernst & Young konzorcium képviseletében. Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, a hatékony központosított közbeszerzési rendszer céljáról és előnyeiről beszélt. Azt szeretnénk elérni, hogy több pénz maradjon az önkormányzatok, az iskolák, a különböző közintézmények számla számán, hisz hogyha eredményesebb, hatékonyabb közbeszerzéseket végzünk, akkor valószínűleg, hogy ez meg fog valósulni. A másik dolog, amit szeretnénk, hogy a közbeszerzés nehézkességét, körülményességét, a fellebezéseket, a pereskedéseket, a feljelentéseket, a kapcsolattartást az ajánlattevőkkel, ezt tekintetben is vállaljuk át a kihívásokat és a feladatot az önkormányzatok, iskolák és más intézmények részéről. Magyarán lecsökkennek így nem csak a pénzügyi költségek, hanem az adminisztratív költség tekintetében is óriási megtakarítás lesz. Most megtörtént az első központosított közbeszerzés, és bízunk benne, hogy ennek a közbeszerzésnek a nyomán a bátorság még többekben meg fog jönni, hogy csatlakozzanak a központi egységünkhöz, és ezáltal tegyük hatékonyabbá és eredményesebbé a településeink, az intézményeink közbeszerzéseit. Gróza Noémi, Hargita megye tanácsának közbeszerzési részlegének osztályvezetője a közbeszerzésről tett említést. A mai megkötött keretegyezmény az irodai felszerelésekről szól 21 intézménynek, köztük a megyei tanács, a 21 alintézmény. Minden intézménynek ez egy előnyt jelent, mivel nem kell külön közbeszerzést szervezzenek minden egyes szükségletükre, hanem központosítottan megvásároljuk a megyei tanács központosított egységén keresztül. Az első keretszerződés teljes összege 4,2 millió lej áfa nélkül, időtartama 36 hónap. Ehhez a közbeszerzéshez 20 intézmény csatlakozott, ahol a minőségi szolgáltatásra fektették a hangsúlyt. Az elkövetkező időszakban a régióban levő közigazgatási egységeknek tartanak egy konferenciát, ahol ismertetik a központosított közbeszerzés részleteit és előnyeit.